Köszöntöm Önöket! Cserekjei Kata vagyok, a Mind Klinika orvosasszisztense. Ebben a videóban szeretném Önöknek bemutatni a székletgenomikai teszt mintavételével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Mint bizonyára tudja, a minta elemzése alapján a bélflóra pontos feltérképezése és egy célzott, személyre szabott diétás és életmódbeli váltás tervezése lehetséges. A teszt elvégzéséhez azonban elengedhetetlen a megfelelő mintavétel. Kezdjük a mintavételi csomaggal. A csomagban talál egy útmutatót a mintavétellel kapcsolatos legfontosabb információkkal. Emellett a csomag tartalmaz egy adatlapot, melyet kérjük figyelmesen és pontosan töltsön ki, és a minta leadásakor mellékelje. A csomag tartalmaz továbbá egy mintavételi tégelyt, egy steril mintavételi tampont és egy WC-re helyezhető székletfogót. Amit a mintavétel előtt feltétlenül tudni kell. Amennyiben antibiotikumot szedett, a teszt annak befejezését követő 6 hét után végezhető el. Probiotikum szedését fel kell függeszteni, a teszt 6 hét szünet után végezhető el. Ha lehet, kezdje a napot a mintavétellel még fogmosás és a reggeli elfogyasztása előtt. Amennyiben reggel nincs széklete, akkor az aznapi első székletből vegyen mintát. Ha így alakul, akkor a megszokott módon mosson fogat és étkezzen. A mintavételt a következőképp végezze. Mintavétel előtt mosson alaposan kezet. Helyezze a székletfogót a WC ülőkére, ahogy az a mellékelt ábrán látható. A papírlap két szélét a nyíl irányában lassan húzza szét, majd a széthúzott székletfelfogó papírt a WC ülőkére kell helyezni. Ügyeljen, hogy a papír ne legyen vizes, és vizelet se kerüljön a papírra. Ha sikerül a székletfogó papíron felfogni a székletet, akkor következik a mintavétel. Nyomja a steril mintavételi tampon végét a széklet középső részébe, körülbelül 1 cm mélyen, majd a tampont ugyanígy nyomja a széklet másik három területébe is. Fontos, hogy elég, ha a mintavételi tampont átitatja a székletminta, nem kell, hogy nagyobb mennyiségű székletet vigyen át a pálcával a mintavételi csőbe. Óvatosan vegye le a kupakokat az oldattal töltött mintavételi tégelyről, ügyelve arra, hogy a konzerváló folyadék ki ne boruljon. Tegye a használt tampont a tégelybe, és keverje a folyadékban egy percig, hogy a baktériumok átjussanak a tégelyben lévő oldatba. Akkor jó a mintavétel, ha csupán annyi mintát vett, ami a tégelyben található folyadékot elszínezi. Nem szükséges, hogy a csőbe székletdarab kerüljön. A túl nagy mennyiségű mintavétel sajnos a leggyakoribb hiba. Ha ez megtörtént, törje ketté a mintavételi pálcikát a megjelölt helyen, a tamponos részt pedig hagyja a tégelyben. Zárja le szorosan a kupakot. Helyezze vissza a mintavételi tégelyt az eredeti, légpárnás borítékba és zárja le a tetejét. Ne felejtse el a kitöltött kérdőívet is mellékelni. A mintát lehetőleg minél hamarabb, de legkésőbb a mintavételt követő második napon belül hozza vissza, vagy hutára juttassa vissza klinikánkra, vagy oda, ahol megvette azt. A levett minta szobahőmérsékleten tárolandó, nyáron ügyeljen arra, hogy 25 Celsius fok felett ne álljon, télen pedig, hogy ne fagyjon meg. Még egyszer szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a csomagban található kérdőív kitöltése nélkül azonosítás hiányában a vizsgálatot nem tudjuk elvégezni. Éppen ezért ne felejts el mellékelni a minta mellé a borítékba. Fontos, ha több tesztet kezel egyszerre, például családtagok részére is átvett mintavételi csomagokat, akkor figyeljenek arra, hogy a borítékok és a tégelyek ne keveredjenek össze, mert különben az azonosításuk nem lehetséges. Ha érdekli, nézze meg másik videónkat, amelyben arról tájékoztatjuk, miben különbözhetnek a székletgenomikai tesztek, és mire figyeljen, ha ilyet választ. Kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére a 061-650-90-es telefonszámon, vagy írjon nekünk az infókukat mind.hu e-mail címre. Köszönjük a figyelmét, jó egészséget kívánunk!